Üdvözöllek benneteket, szervusztok, örülök, hogy újra itt lehetek, és köszönöm a megtiszteltetést, hogy újra egy előadóként itt lehetek, és beszélhetek hozzátok. A mai nap gyakorlatilag három témát szeretnék érinteni. Az első téma a TMA alatti nem ellenőrzött légtérben való repülés, és ez kimondottan a TMA 4-es és 5-ös légtérre korlátoznám le ezt a beszélgetést. Ez a 4-es, azt tudjátok, nevezzük üvegnek vagy süvegnek a dugó része, ami földtől 2500 lábig működik, illetve a Feri 1 CTR-t körbevevő 2000 lábas, tehát földtől 2000 lábig működő légtér. Ez lenne az egyik téma. A másik téma gyakorlatilag a repüléstájékoztató szolgálat feladatáról egy-két fogalomnak a tisztázása, ismert forgalom, forgalmi tájékoztató, stb. Stb. Mi várható el tájékoztatásból azoknak a repülőembereknek, akik repülési tervet töltenek, illetve mi várható el, aki nem tölt repülési tervet, de mégis bejelentkezik frekvencián. Illetve nagyon röviden a repülési terv benyújtás, illetve másik problémánkról, ez a bizonyos útvonal mezőben megjelenő, egyre gyakrabban most már megjelenő útvonal pontok, ugye fontos pontokat GPS koordinátában kapjuk meg, ami nekünk egy kicsit nehezíti a munkánkat. Gyakorlatilag vissza kódfejtést kéne tennünk azért, hogy tudjuk, hogy mik a fordulópontok. Tehát ezekről beszélnék egy pár mondatot. És akkor kezdeném is gyakorlatilag. Ugye mondottam, hogy gyakorlatilag ez a TMA 4-es, és itt ez az 5-ös légtér, próbálom a másik oldalon is mutatni. Erről beszélnék, ami olyan problémát jelent meg, és forgalmi terhelést, rádió terhelést, meg forgalmi terhelést is okoz. Gyakorlatilag mutatom nektek a magassági dolgokkal együtt is, egy ilyen információs térkép jelleggel. Erről a forgalomról van szó. Tehát azért ezen a részen, ahol ez a kritikus rész van, igen intenzív a forgalom. És ami a probléma? Ugye Magyarország területén ebben a pillanatban a szabályok szerint kimondja, csak egy térkép a approach részéről, hogy ugyanúgy mutatva ezt a bizonyos 4-es, 5-öst. Látjátok, itt van a T-bár, itt fordul rá 13-as pálya esetén a végső egyenesre a légijármű. Tehát itt már eléggé kis magasságon van gyakorlatilag. Nagyon kicsi az a rész, ahol a VFR repülések át tudnak menni a Duna fölött, illetve az érkező gép lekeresztezi. Tehát ezért egy nagyon kritikus része a repülőtérnek. Tehát visszatérve, a jelenlegi szabályok mit mondanak ki? Azt mondják ki, hogy működőképes transponderre rendelkező légijárműnek a transponderét attól függetlenül, hogy 4000 láb fölött vagy 4000 láb alatt van, mindig működtetnie kell. Ez szabály. Azt is elmondja ez a szabály, hogy ha ez a transponder minimum C módban tud üzemelni, tehát barometrikus magasság kijelzéssel rendelkezik, akkor ezt működtetni kell. Sajnos előfordul olyan, hogy a repülési terven szerepel S vagy C mód, majd amikor elindul a légijármű, A módban hagyja a transponderét. Nem akarom azt feltételezni, hogy nem akarjátok tudni, vagy megmondani, hogy milyen magasan vagytok. Én ezt azt mondom, hogy véletlen. Tehát ezért szokott olyan fónia kifejezés elhangzani a frekvencián, hogy kérném ellenőrizni a Charlie módot, vagy nincs magasság kijelzésünk. Ez a ti érdeketek is egyébként maximálisan. Jó, tehát ha van C mód, használni kell. A SZERA mondta ezeket ki egyébként, amit eddig beszéltem, azt is kimondja, ugyanitt, mint látjátok, légiforgalmi irányítóról beszél, de azt gondolom, hogy a repülés tájékoztató szolgálat felé is nagyon hasznos az, hogyha egy alkalommal legalább a bejelentkezés követően egy csekket csinálsz, tehát magyarul, mikor bejelentkezel, elmondod, hogy jelenleg 2000 lábon vagyok, és majd mit tudom, emelkedek 3000 lábra, vagy stb. Egy visszajelzés, hogy van magasságkijelzésed, jó a magasságkijelzésed, stb. Stb. Tehát ezt a szabály, a SZERA egyelőre a légiforgalmi irányítónak írja elő, de én azt gondolom, hogy nektek is, mint VFR pilótáknak is egy nagyon hasznos információ lenne. És akkor nem is beszélve, hogyha S-módú transponderetek van, akkor viszont gyakorlatilag be kellene állítani a lajstromot rajta. Tehát, hogy ha mondjuk nem veszitek igénybe a repülés tájékoztató szolgáltatást, akkor is, hogyha valami olyan van, hogy meg kell, hogy szólítsunk téged, akkor ne bolyogjunk egy 7000-es kóddal, hanem akkor megszólítom, hogy Hotel Alpha, és mondom a három betűt utána. Sokkal egyszerűbb.
Tehát ez lenne egy nagy kérés, tehát még egyszer összefoglalom. Tehát egész Magyarországon működtetni kell a transzpondert, ha van C-módban, de kifejezetten ebbe a bizonyos TMA 4-es, 5-ösbe nagyon hasznos lenne. Miért lenne ez? És mutatnék egy radarképet. A szituáció következő, a Victor Tango Papa 100-as, Flight Level 110-ről, ugye jön 13-as jobbpályára, megközelíti a Ferihegyi repülőteret, 110-ről kap 6000 lábra süllyedést, és ha látjátok, a Bravo Delta November, ő pedig a TMA 4-es légtérben működve jelenleg 2500 lábon van, tehát pont a plafonon van gyakorlatilag. Hogyha minden nagyon jól működik, ebben a pillanatban még nem történt légtérsértés, és nincs probléma. És hogy miért hasznos, hogy C-módban vagytok? A pilóta számára a TCAS megjeleníti a forgalmat. És ha C-módod van, vagy S-módon, már ad is hozzá magasságot. Tehát kvázi azt mondom, hogy megnyugtató információval fog rendelkezni a pilóta, hogy ő egyelőre 6000 lábra, majd később 4000 lábra is kap utasítást, de még mindig megvan a biztonságos elkülönítés. Ugye 2500-4000 láb, tehát még minden nagyon jó. Ez most egy pozitív eset egyébként, tehát direkt azért hoztam egy ilyet. Ja, lapozok egyet. Jön a szituáció. Elszívódott a gép, fölemelkedett 2007, illetve igazából a fóniából kiderül, hogy 2800 láb magasra. Úgyhogy nem szólt senkinek, nem vette észre esetleg az oktató vagy a pilóta ezt a dolgot. A gép süllyedését, ami 6000-ről már tovább kapott 4000 lábra süllyedést, a eprocsos kollega megfogta, mert hogy bejelzett neki a rendszer, hogy ez probléma lesz, túl közel fog kerülni a két gép egymáshoz. Itt látjátok is a kijelzés, egy mérföldre lesznek legközelebb egymáshoz a két gép, és nem tudjuk, hogy Bravo Delta November meddig fog emelkedni. Mert nem utasítást hajtott vége, hanem saját maga egyszerűen elindult és elkezdett emelkedni. Lehet, hogy 3000, de lehet, hogy 4000. Nem tudjuk, hogy mit csinál. Tehát nagyon fontos, kihangsúlyozom, még egyszer, nagyon fontos a magasság kijelzés. Tudni, hogy ha A-módban vagytok, akkor az a szituáció áll elő, hogy az érkező jelen esetben business jetnek, egy Cessna 650-es business jetnél, egy gyakorlatilag A-módban látszik a forgalom, csak nincs hozzá magasságadat. Tehát, mintha egy fal lenne előtte. Tehát indul a riasztás. Ugye a TCAS 6 mérföldön belül 1200 láb különbségnél jelez. Tehát akkor kezd ordítani. De nem kéne ezt megvárni, ezt a dolgot. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ha van C-módod, használni kell. És használni muszáj egyébként, mert szabályok is ezt írják elő. Egyébként hála Istennek egyre jobban kikopnak ezek a A-módú transponderek, úgyhogy ez a probléma előbb-utóbb remélem, hogy meg fog szűnni. Jó, gyakorlatilag miután le lett rádiózva a dolog, ugye a gép 4500 lábon meg lett fogva az érkezőgép, a Bravo Delta Novembernek is fölhívták a figyelmét, hogy hagyja el az ellenőrzött légteret, ő visszasüllyedt, tehát megoldódott a probléma, majd rendben leszállt a Ferihegyi repülőtéren a 650-es kollega elnézést kért, mondta, semmi probléma, tudta folytatni ugyanúgy az ILS approach-ot a gép, tehát megoldott. Azért mondom, ez egy pozitív eset, de sokszor nem ilyen esetekkel találkozunk. Mai napig is megvan még az a rossz beidegződés, hogy gyakorlatilag, ha egy 2005-ös légtérben megyek, akkor én 2500 lábon akarok menni. Igen, ám csak kihagyjuk mindig a transponder pontatlanságot, és egyébként meg az, hogy egy érzékeny kis gép egy pillanat alatt fölmegy 100-200 feet-et. És mindig belekeverjük azt a dolgot, amit mindig elnézést szajkózok, hogy az, hogy 300 feet, amit a magasságtól kotyoghatsz, az az útvonalon repülésnél vonatkozik. Nem sértheted meg 300 feet-tel az ellenőrzött légteret. Az egy fal. Odáig mehetsz. Úgy kell tervezned az útvonaladat, hogyha a transzpondereden azt szerepel a gyári hivatalosan, hogy 2-300 feet a plusz-minusz 2-300 feet a kotyogása, akkor 1700 feet-en megyek, és akkor nagy valószínűséggel nem fogom megsérni. Ha jól van beállítva a transzpondered, és jó QNH értéket állítottál be, ez is nagyon fontos, hisz az szerint működik a transzponder, a C-mód. Tehát ezeket a dolgokat hogyan nektek használjátok, gyakoroljátok, és inkább egyébként gödöllői oktatóknál már eléggé begyakorlott dolog ez, hogy egy 2000 lábas légtérben 1700-1800 feet-en repülnek. Pontosan azért meghallván a kérésünket,
gyakorlatilag beálltak erre a magassági repülésekre. Na, egy nagyon rövid összefoglaló csak, hogy egy álmodó transzpondernél milyen fix kódokat lehet állítani. Tudom, hogy a mi világunkban, elnézést, hogy így mondom, hogy a VFR világunkban nagyon sokszor nagyon kevés idő van erre, mert ha valami esemény van, azok másodpercek és fél perc, egy percen belül bekövetkező dolgok, de ha mégis meg tudod oldani. Ugye 77.00-át kényszerhelyzetben állítasz, ha van időd rá, gyakorlatilag a transponderen. 76.00-át, ha rádiókommunikációs hiba, ez most már gyakran elő, úgy gyakran, hogy a használata, tehát egyre bátrabban meritek használni, hogyha rájöttök, hogy akár egyoldalú vagy kétoldalú rádióhiba van, hogy akkor a transponderen jelzitek felénk, hogy ti észrevettétek, hogy rádióhiba van, és beállítjátok a transponder kódot. Tudnotok kell arról, hogy erről, és ez most nem mumus dolog, a CRC-t, tehát a veszprémieket tájékoztattunk el egy ilyen rádióhibás gép esetén, hogy honnan, hova megy, látjuk, úgy működik, ahogy a repülési tervet töltötte, csak valószínűleg valamilyen technikai okok miatt rádióhibája keletkezett. És az utolsó pedig a 75.00, ezt hiszem nagyon ritkán, nagyon ritkán, bár volt olyan eset, hogy Jakab szállásról tartottak Fertőszent Miklósra, még akkor volt ilyen rally repülés a német pilóták között 5-6 géppel, az úriember beült a gépbe, felszállt és tekert egy 75.00-át, és hiába mondta mindenki, hát egyedül van, hát nincs, aki eltérítse. Na mindegy, szóval tudjátok jól, hogy gyakorlatilag ezt kiütni akkor lehet, hogy az orrkerék berugózott, tehát nem lehet csak úgy a fedélzeten kikapcsolni. Úgyhogy szépen Fertőszent Miklósig 75.00-val repült az úriember. Tanulság. Amódban mi a kötelessége a pilótának? Hát gyakorlatilag beállítani azt a transponder kódot, amit kapott. Ellenőrzött légtérben ugye, ha merev szárnya, akkor 7000, ha ez forgószárnyas 7001, hogyha nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást. Ugye ha igénybe veszi a szolgáltatást, akkor a FIC-től fog kapni egy transponder kódot. 7002, ha ez vitorlázó, és 7003, a levegőnél könnyebb légjárműről beszélünk. Ellenőrzött légtérben ugyanez, hogyha az illetékes ATS egység nem adna neki kódot, akkor 2000-es kódot kell beállítani. Ezek standard dolgok, ezeket ismeritek, csak így egy picit így átfutottunk rajta. Repülés tájékoztató szolgálat feladatai, ellenőrzött repülés esetén repülés benyújtása is, vagy egy picit most így átmennék gyakorlatilag a szolgáltatásunkra, hogy mikortól indul el. Tehát automatikusan szolgáltatás biztosításra kérésnek minősül. Tehát nem kell külön állandóan kérni minden, ez automatikusan, amikor bejelentkezel, abban a pillanatban majd a későbbi dián ez jelentkezik is ez a felirat, aktiválódik a repülési terved. Tehát onnantól kezdve indul a szolgáltatás, és tart addig, ameddig nem kezdeményezed a repülési tervednek a zárását. Itt van egy fogalom, majd itt mindjárt kibontjuk jobban, hogy gyakorlatilag az ellenőrzött légtéren kívül üzemeltetett repülési tervet be nem nyújtott légijármű repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem vehet igénybe, és tájékoztatást csak külön kérésre kaphat. A továbbá az ATS csak a légen nem tekintik ismert forgalmat. Ez nem azt jelenti, hogy te benyújtottál egy repülési tervet, és repülsz, és tegyük fel, előtted van egy lőtér. Ugye a repülés tájékoztató szolgáltatáshoz nem kell repülési tervet benyújtani. A repülési tervet a riasztó szolgálat ellátásához kell benyújtani. Tehát te tartasz egy lőtér felé, mondjuk a D3-as felé, meghívod a FIC-et, és megkérdezed, hogy repülési terv nélkül vagyok, de érdeklődnék, hogy a D3-as lőtér működik vagy sem. Megtetted a felkészülésed során, láttad, hogy arra a napra tervezve van ez a légtér, ez a lőtér, és honnan tudod a legpontosabb információt beszerezni mindig a repülés a FIC-től és frekvencián. Mert hiába telefonálsz, letetted a telefont, és rá utána beaktiválják a légteret, mire felszállsz, elindulsz, azt hiszed, hogy nem működik a légtér, pedig működik. Mert az a baj, a FIC is csak egyébként 10 perccel a működés előtt látja a légtereket. Tehát sokszor, ha telefonon kerestek minket egy kérdéssel, hogy a délután folyamán szeretnék repülni Eger környékén, hogy fog-e működni mondjuk a 23-as TRA, vagy akár ott arrafelé, mondjuk ott nem sok lőtér van, ezért át szoktunk kapcsolni titeket a légtérgazdálkodási kollégákhoz, a légtérgazdálkodási csoporthoz. Ők sokkal több információval rendelkeznek a légtereknek az aznapi működéséről is.
Tehát ők velük sokszor leegyeztetik már a katonai oldal, hogy azon a napon körülbelül milyen feladatokat fognak végrehajtani, és ez milyen időintervallumban fog végrehajtani. Tehát nem lepasszoljunk a kérdésre, a választ, hanem egyszerűen átkapcsolunk egy olyan területet, titeket, ami nagyobb információval rendelkezik. És itt megállnék egy pillanat az ismert forgalom definíciójára. Az 57-es légügyi előírásban gyakorlatilag megfogalmazták ezt a dolgot nagyon frappánsan. A helyet felolvasom konkrétan. Ismeretlen forgalom a helyzetképernyőn megjelenő minden olyan ATS felderítő rendszertől származó helyzetjel vagy szimbólum, amely feltételezhetően légijárműtől ered, de nem vonatkoztatható ismert forgalomra. Jó? Tehát az, hogy te bejelentkezel, még hogyha elmondod azt, hogy innen ide megyek, továbbra is ismeretlen forgalomnak kell téged tekintenünk. Mert itt a következő, hogy mi az ismert forgalom. Az olyan adott légtérben zajló forgalom, ahol legalább az AFIL adatainak, tudjátok, ez minimum 11 kérdés, vagy lehet 11 adat egy AFIL-hoz, a benyújtáshoz 11 dolgot kell elmondanod. Annak is megvan a módja, hogy lehet AFIL-t beadni, majd akkor egy mondatra kitérek erre. Tehát legalább az AFIL adatainak megfelelő információ, közvetlen összeköttetés, vagy koordinálás útján az érintett ATS egység számára ismertek. Tehát magyarul repülési tervet nyújtottál be. AFIL-ra egy mondat, ugye AFIL-t gyakorlatilag be lehet nyújtani Magyarországon továbbra is. A módja a következő, jelezned kell a megfelelő ATS egységnek, adott esetben a FIC-nek, hogy te egy repülési tervet szeretnél, egy AFIL-t szeretnél benyújtani. A fogadásról tájékoztatunk téged, hogy jöhet, lediktálod azokat az adatokat, ami egy AFIL benyújtásához kellenek, ugye ez bent van a miniszter rendben, hogy mik kellenek hozzá, és onnantól kezdve aktívá válik ez a repülési terv, addig a pillanatig, míg te le nem zárod a repülési tervedet. Áttérek itt egy kicsit a felderítő berendezés alapú forgalmi tájékoztatásra, amiben azt írjuk, hogy ugye a kért tájékoztatások nem helyettesítik a repülésre történő megfelelő földi felkészülést. Tehát amiről az előbb beszéltem, elnézést, most nagyon csúnya leszek. Minek nézzem meg, minek készüljek föl, mert a FIC majd úgy is megmondja. Igen, megmondja. De igazából nektek kéne fölkészülni, és mi onnan látjuk, onnan halljuk, hogy egy pilóta felkészült arra az ominózus útvonalra, hogy konkrét dolgokat kérdez. Azt kérdezi, hogy a D-21-es lőtér dolgozik, a TRA-11 Charlie dolgozik, konkrét dolgokra. Tehát ő megnézte, hogy aznapra a napi légtérfelhasználási tervben terveztek-e működést, és a konkrét működésről pedig a FIC-től kér most információt. Ez egy felkészülés. Ez egy felkészülés. Tehát nem helyettetek kell fölkészülnünk, hanem nektek kell fölkészülni, mi csak frissíteni tudjuk az adatokat és az információkat, amit te felkészültél. Repülés tájékoztató szolgálat hatája, csak ezt az első részt egy picit úgy átfutom, mert ezek nagyon aktuálisak, hogy szigmet, érmet tájékoztatás, kitörés megelőző vulkáni tevékenység, légkörbe jutott rádióaktív és mérgező vegyi anyagokra vonatkozó tájékoztatás, rádionavigációs szolgáltatásokban, repülőterek és hozzátartozó létesítmények állatótában bekövetkező változásokról szóló tájékoztatás, személyzet nélküli szabad balonokról. És ezen kívül milyen tájékoztatást kell még nyújtanunk? Indulási és érkezési repülőtérre vagy kitérő repülőtérre vonatkozó időjárási jelentések, illetve előrejelzések. Tehát halljátok sokszor a frekvencián, amikor megkérdezzük, hogy milyen időjárás tapasztalsz magad körül a környezetedben. Ez arra utal, hogy mi úgy látjuk a rendelkezésre álló adataink szerint, hogy romló körülmények, romló tendencia van azon a területen, amelyre te repülsz. Tehát próbálunk téged figyelmeztetni. Vagy ha megkérdezed, hogy az adott repülőtéren milyen meteorológiai állapotok vannak, mi megpróbáljuk beszerezni egyet. Sajnos egyre kevesebb meteorológiai adat áll Magyarországon rendelkezésünkre, csökkenőben vannak az OMSZ-os állomások, és a nagy rész pedig automata. Tehát nem élőszavas, nem szakemberek mondják meg a dolgokat, hanem egy berendezés, ami ad egy szélerősséget, némelyik ad még felhőalapot is, de úgy különösebben nagy információt nem ad nekünk, és elég kevés helyen van sajnos. Illetve a G-osztályú légtérben, a légijárművek esetében az összeütközés veszélyére való felhívás.
Tehát amikor azt mondjuk, hogy forgalmi tájékoztató, szembejövő forgalom azonos magasságon, egy óra irányában egy Cessna 172-es, ez egy teljes értékű forgalmi tájékoztatás, hisz elmondja, hogy mi várható, honnan jön a szembejövő forgalom, milyen magasságom a veled azonos magasságon, alattad vagy fölötted, hol keresed, tehát ne össze-vissza egy óra irányába, és még a típust is beazonosítja, ez pedig azért nagyon fontos, mert elmehet ott egy, vagy jöhet szembe egy másik gép, akivel nekünk nincs rádiókapcsolatunk, nem is látjuk, és te abban rossz biztonságérzetet érezhetsz, hogy hát most ment el a forgalom, látom a forgalmat, de nem erről a forgalomról kaptad a repülést, a tájékoztatást, hanem még jön még valaki. Tehát ezért fontos, hogy a típust is hozzámondjuk. Jó? Hát a víz felett végzett repülés esetén itt még egy kicsit hiányosak a ismereteink. Nem tudjuk a Bahartól, vagy a Mahartól, vagy a vízirendészeti szolgálattól, honnan tudjuk beszerezni, hogy a habci motoros látja-e a pilóta maga alatt, vagy te. Jó, jövő az, hogy ugye tavalyi évben sikerült az első vízirepülést végrehajtani nagy örömmel, reméljük, hogy ennek lesz kereslete és lesz fogalantja. Ha kellenek ezek az információk, természetesen megkeressük azokat a helyeket, vagy azokat a vonalat, ahol ezeket be fogjuk tudni szerezni. Akkor gyorsan elmondom, a forgalom kikerülés érdekében adott tanács, manőverek végrehajtása adott tanács, mely segíti a légijármű vezetőjét az összeütközés elkerülésére. A következő a forgalmi tájékoztatás, egyéb ismert vagy észlelt légiforgalomról egy információ. Elnézést, hogy most így kicsit föl kell pörgetni a dolgokat. Na, akkor ezt itt átugrom. Elnézést. Mi a pilóta feladata, amiről sajnos el szoktunk feledkezni? Ugye a szabályok elmondják, itt rögtön ki is emeltem, hogy a repülési útvonalattól 5 kilométerre, ha eltérsz, tájékoztatást kéne, hogy adjál róla nekünk. Illetve ha 300 feet-nél jobban eltérsz a magasságtól, szintén. Sokszor van az, főleg ha A-módú transzmodellel repülsz, hogy 2500 feet-et jelentettél, mikor elindultál, de telik múlik az idő, és bizony 3000-3500 lábra fölemelkedsz, úgyhogy nem tud róla a feet. Veled szembe jön egy légijármű 3500 lábon, aminek látjuk a magasság kijelzést, és a kedves kollega 3500-2500, hát 1000 láb különbség van, nem fontos neki, vagyis ráadásul még ha szembe is jön vele, akkor okozhatnak gond. Egyszer csak azt mondja nekem a pilóta, hopp, itt ment el valaki. Hogy? Ki? Mikor? Hát 1000 lábnak kellett volna a kettő között lenni. Tehát az a kérésem, tehát nekünk nem okoz problémát, akár az útvonalnak a módosítása egy pillanat alatt át lehet írni a repülési tervekbe, be tudjuk tűzni, hogyha ha kitaláltad, hogy mégis elmész, még a x-edik pontot is berakod az útvonalba. Illetve ha szeretnél magasabbra menni, mert turbulens, mert bármi, menjél, jelentsed. Elnézést, csak pörgetnem kell magamat. Repülési terv, tehát mi már beszéltem arról, hogy aktív állapotba kerül abban a pillanatban, hogy bejelentkeztetek. Ha egy afis repülőtérről indul, akkor gyakorlatilag az afis repülőtérről, mikor felszálltál, már aktívá válik a repülési terved, és nálunk folytatódik, mindaddig, ameddig egy másik nem afis repülőtérnél vagy lezárod, vagy földről zárod, afis repülőtérnél pedig az afis fogja zárni ezt a repülési tervet. Megjelent a fóniában egy új kifejezés, ez a Please open the flight plan. Nem tudom, hogy ki oktatta, hogy oktatta, hol látta, ilyen nincs kifejezés. Mi automatikusan indítjuk a helyzet. De ez nem csak mi, az osztrák kollégák, stb. A környezetünkben automatikusan indul a repülési terv. Ennek a mondatnak akkor van értelme, hogyha a repülésnek bizonyos szakaszára nyújtasz be csak a repülési tervet, és azt mondod, hogy innentől szeretném, de már 30 perce levegőbe vagy, mostantól szeretném kérni a riasztószolgálatot, és eddig szeretném igénybe venni a riasztószolgálatot. Akkor ez egy élő jó mondat. Egyébként nincs értelme, csak a fóniát átírjuk. Lezárásról már sokszor beszéltem, ugye nagyon jó, nagyon optimális lenne, ha mikor leszálltatok, begurultatok, leállítottátok a hajtóművet, akkor zárnátok a repülési tervet. Sajnos feledékeny az ember, előfordulhat, hogy ez kimarad. Tudjátok jól, nem véletlenül kell kérdeznünk, amikor elbúcsúzunk tőletek frekvencián, hogy mikor a tervezed a leszállást. Minket kötnek a szabályok. Azt mondtad, óra 15-re tervezem a leszállást.
óra 15-től 30 percen belül nekünk a repülési terv zárása vonatkozó információt kell, hogy kapjunk, ha nem, akkor el kell kezdenünk indítani a riasztást, megfelelő riasztást. Ez van az utolsó, itt van ez a 30 perces dolog, és akkor gyakorlatilag lejárt az időm. Még egy mottót hagy mutassak meg nektek, gondolkozz, tervez, kerüld és élvezd a repülést. Ha egy kicsit egy gondolattal kivontam a dolgot, gondolkozz, mit szeretnél A-ból B-be repülni. Ezt kellőképpen meg is tervezed. Beszerzed a megfelelő információkat, mind a légtérre, mind a meteorológiai adatokra, mind a rendeltetési repülőtérre vonatkozóan. Úgy tervezed meg a dolgot, hogy kerülöd azokat a légtereket, amik aktívá válhatnak számodra, vagy ellenőrzött légterek. És a végén egy élvezetes, jó repülést hajtasz végre. Köszönöm, meghallgattatok. Köszönöm.